Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez egy hétfő este az egyenes beszédet látják. Én Róna jegon vagyok, és a hétfő este az egy eléggé sok témával súlyosbított hétkezetet jelent ebben az esetben, mert bőven van, miről beszélünk. Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány Kuratóriumi elnökével és Unyatinszky György Elabrik újságírójával. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Hát nyilván most az első számú belpolitikai téma az Magyar Péter megjelenése, jelenléte, nyilvánossághoz fűződő viszonya és a nyilvánosságot eltakaró viszonya, ugye lássuk a családi életével kapcsolatos ügyeket, a HVG nagy részletességgel egy a 20-25 perccel ezelőtt tálalta az ország nyilvánossága számára, hogy abban a rendőrségi jegyzőkönyvben mi van, a jegyzőkönyvet magát nem mutatják, de az, hogy mi olvasható benne, azt azért elég alaposan meg lehet ismerni. Hát nem tudom, hogy a kapcsolati erőszaknak melyik formája az, ami abban a rendőrségi jelentésben benne van, minden esetre itt nem jöhetett ki egy házból vagy lakásból, nem ismerem az életkörülményeket, gondolom talán házból, mert egy szuterén ablakon keresztül próbálta a szucait meg a gyerekek holmiát kiuttatni az épületből, amíg a rendőr, aki kísérte őt, nem szólt Magyar Péternek, hogy engedje ki a minisztert. Ez egy elég bonyolult és elég érdekes történet ahhoz, hogy foglalkozzunk vele, miközben szerintem ti is így vagytok vele, hogy a csuda akart mások magánéletébe ilyen mélységig belemászni. Ja, nekem az először a gondolatom beszéltünk is az eleje, vártunk a, a, kezdésre, hogy azért milyen felelőtlenség mind a két fél részéről, és most nem akarom a felelősöket keresni, hogy ez ide kerül elénk. Hát azért itt gyerekekről van szó, akik iskolába járnak, itt érnek ebben az országban. Mi a fenek közön van egyrészt nekem ehhez? Másrészt miért kell ezt elém tárni? Tehát, hogy, hogy nem tudom ki mit és kinek adott oda. De hogy, hogy ugye ez ráadásul egy régi történet. Nem tudjuk, hogy... 2020-as. Ma... Igen, persze jogunk van tudni a közszereplők életéről, főleg ha valaki fellép most egy színpadra, ahol eddig ugye nem nagyon láttuk, sőt az ellenkező oldalát ennek a, a színjátszókörnek. De akkor is valami olyan mértékig elkeserítő az, hogy ez lesz a politika története, erről fog az egész választási kampány szólni hogy akkor ki kivel, mikor bezárta, nem zárta, ugye már az egész kegyelmi botrány is, hogy bizonyos ide borzalmas, hogy egy ilyen hogy mondjam, morális válság kell, és közepén ülünk, nem tudunk már semmiről rendesen beszélni, mert rég nem arról van hogy mi lesz az Európai Unióval, milyen hülyeséget beszélt Orbán vagy a másik, hanem ezekről kell beszélni, nagyon rosszul érzem magam, erre a három gyerekre gondolok különös tekintetben. Ja, Ez szakma foglalkozik azzal is, hát ki, hanem te tudnád a legjobban, hogy azért egy Bármilyen politikussal van szó egy választó elsősorban, nagyon sokszor az alapján dönt a személye körül, hogy tud-e vele egyáltalán azonosulni. És amikor a magánélet ennyire előtérbe kerül, ez pont ezt a hitelességet, vagy ezt, a, ezt ennek a lehetőségét próbálja De meg. De milyen eltolni. furcsa az, hogy Magyar Péter osztály először nyilvánosságra jött, mivel vádolják a suttogó propagandában, ahogy ő fogalmazott. Igen, ez egy politikai kommunikációban egy megelőző csapásnak, Tűnik, hogy inkább ő próbálja meg a, a uralni a narratívát, különösen annak fényében, hogy ugye még a HVG sem tudta ezt nyilvános, vagy nem, nem volt lehetőség a HVG-nek, nem, nem tudta, nem volt lehetőség a HVG-nek jogszerűen ezt nyilvánosságra hozni, főleg a felek egyforma megkérdezése nélkül. Uh, igen. A, 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 még, a, még csak oda akarok visszatérni egy kicsit, hogy milyen, milyen uh, irányai uh, lehetnek ennek. Uh, ezt próbáltuk mi is egyébként egy kicsit körüljárni, hogy itt a hiteltelenítéssel meg mennyire lehet vele azonosulni. Ez egy borzasztó bonyolult ügy, és most képzelt, hogy megint azt tudom, Varga Juditnak ki kellett, vagy elkezdte a, a gyerekei és a saját saját uh, cuccait kidobálni az ablakon, hogy valahogy kiussanak és el tudjanak indulni, de az is egy milyen helyzetet teremt, amikor valaki már egy alapból egy, egy rendőrrel jelenik meg a háznál, és azt közli, hogy már pedig én elviszem a gyerekeket, és nem mondom meg hová. Igen, és ezt egy és, rendőr nyomatékosítja az ajtóra, a rendőr így, nem a... ment be, az fontos. Ez fontos. És akkor ott van még megint az a, az a természete az ügynek, hogy közben meg ott van egy rendszer, ami Részben benne akarta tartani a kormány egyik tagját egy felthetően kölcsönösen bántalmazható kapcsolatban. Most a bántalmazásnak különböző dimenziói vannak. Ez is egy érdekes, ez is egy baromi érdekes vetület, hogy akkor ez mit mond erről a rendszerről. És ott van az a része is, hogy ez miért tudja. ezt miért valaki mondani. ezt a szállat nem érteni kapásul, ugye korábbi. Közlésből tudjuk, Magyar Péter korábbi közléséből, hogy őt behívták a karmelitába, és közölték vele, hogy nem válnak el. És akkor még két évig nem váltak el. Így van micsoda, ez világ, egy világ ezt egy kicsit távolabbról nézzük azért, amiben élünk. És... De hogy ez a rendszerről Igen, szól, persze, értesz, persze, Tehát, hogy persze, a rendszer megkívánta azt, hogy... Hogy ők együtt maradjanak bármi áron, és ugye olyan egy érdekes eleme, tulajdonképpen zárójelesen ez ugye itt van, testőrök is időnként megjelennek a képben, amit nem nagyon... Ugye itt a rendőrségről is, meg testőrökről is szól. Igen, keveredik. ez keveredik. keveredik. ebben a történetben. Egy a... dolgot engedj meg, az minden esetre hozzátartozik ehhez a sok-sok minden, ez az országos rendőr főkapitány vizsgálat. Rendelt el annak kinyomozására, kiderítésére, hogy egyáltalán hogy került nyilvánosságra, hogy került a AVG újságírójához a rendőrségi jegyzőkönyv. Jó, hát ez tulajdonképpen rendben van. Hogy Ezt követelte Magyar Péter, hogy ennek eljönnek a végére. Mondjuk kölemondások lemondásokat is követett. Ez a része szerintem rendben van, de az, hogy, hogy, hogy jön ide most meg volt igazságügyminiszter, miniszter már majd tőle meg az én kedvemér, ha van egy kis időt a hogy volt-e neki testőre? Mi egy irodába dolgoztunk annak időben, mint egy Ö, Bocsánat, ez pont, itt értem, hogy mire gondolsz, de itt nem pont csak kiderült, hogy... hogy a készenléti rendőrségtől kért, ja, ő, tudod kért, ez, kért biztosítást ja, ja. Emiatt? Nem emiatt, e, e hanem mert korábban kapott más jellegű fenyegetéseket. Ez Na szóval egyszerűen én nagyon szeretnék egy kicsit normálisabb polgári demokráciában élni, ahol három hónappal egy választás előtt orvára tudnánk beszélni, hogy hülyesége vagy nem az Európai Egyesült Államok, és ezzel szemben a nemzetek nem tudom, én, milyen szuverén együttműködése, mert ezek klasszikus politikai témák, és persze neked teljesen igazad van abban, hogy az emberek ezek az érzelmi alapon azonosulás alapján döntenek, és valószínűleg ennél többet ártani nem lehetett magyarnak, mint az, hogy ez az ügy most itt előkerült, mert ugye ez egy nagyon durva, főleg abban a világban, ahol élünk, ahol azért szerencsére a Magyarországon se természetes az, hogy az asszonyt időnként meg lehet és megkeverni, kell verni, tehát talán már előrébb vagyunk. Különösen Magyar Pétert lát, látott, ünnepségén látott fiatal emberek talán nem így gondolkodnak a világról. Viszont akkor most hat szóljak -e ezt hozzá annyiból, hogy nem tudjuk, hogy Magyar Péter valahol kezet emelte, ő tagadja, tehát a szóbeszédről, emberüket. miután ő a szóbeszédről Te beszéd, vigyázzunk a megfogalmazásra. Nem, nem, én, sem, én nem, csak hogy, hogy, hogy maga az ügy ebbe az irányba megy, ez, ez ezt én végtelenül szomorúnak és igazságtalanak tartom mindannyiunk szempontjából. Arra próbáltam meg utalni, hogy ez nagyon kényes téma most, most szerencsére már, és bizonyos értelme kapcsolódik is ehhez a, az egész abuzus botrányhoz, ugye, ami a, 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 a bicskén történt, mert ugye itt is arról szól, hogy a kiszolgáltatott gyerek, mert nekem ez egy kicsit erről szól, ezekről a gyerekekről szól, hogy ő nekik hol van itt a helyük szerepük, hogy ez a két felnőtt ember, akik azért fontos az egyik egyik politikai, a másik, meg nem tudom milyen szerepet öltve, hogy nem voltak képesek megoldani ezt a problémát. Lehet, hogy tényleg igazad van, nem ezt nem tudom, hogy mennyi felelősség van ebben Orbánnak, aki beavatkozik egy ilyen helyzetbe, és nem hagyja, hogy normálisan működjenek a Nem, biztos, hogy ez az ő felelőssége. Hogy, hogy olyan, hely, olyan, országban élünk, ahol, ahol ezek itt ide kerülnek az asztalra, nem tudunk, én biztos, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni, és ugyanakkor azt is látom, hogy most megint hetekig erről fog szólni. Egy pozitív van ennek az egész történetnek, ha egyáltalán ez az, de szerintem ez az, hogy a csodálatos Balsai Moni és Túróti Szabolcs kettő perces rövidfilmét, ami a kapcsolati erőszakról szól, és arról, hogy hogyan kell jelezni, és hogyan nem szabad ezt elviselni és eltűrni, ezt legalább most országvilág sokkal többen, mint valaha látták. Mert hogy ugye ez volt Varga üzenete, Hát legalább ez felhívja erre a nagyon fontos témára a figyelmet. Na, viszont Orbán Viktor mondott egy nagy beszédet is. Abban a, abban a nagy beszédben irányt mutató gondolatokat helyezett el. Például az irány Brüsszel el kell fogad, foglalni Brüsszelt. Hát Brüsszelt nehéz, szerintem magányosan foglalni, és jelen pillanatban nem tudjuk, hogy a Fidesznek lenne bármiféle olyan szövetségi rendszer Európában, olyan olyan látható frakció, amivel el lehet De ebben bízik ebbe pont, össze. hát arról szólt a beszéd, hogy ez másképp lesz, hogyha hát jól szavaz a, bocsánat, a magyarok Egy, egy és beszéd elsősorban arról szól, hogy a saját választói tudja mobilizálni, és a megfelelő retorikai eszközök, eszközökkel el, 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 elhítesse velük, hogy igen, ez lehetséges. Hmm. Uh, és akkor itt megint visszakanyarodhatok arra a gondolatra, amit te is mondtál, hogy mennyire jó lenne egyébként arról beszélgetni, hogy milyen Európát képzel el Magyarország, a magyar állampolgárok, illetve pontosabban az, hogy ezt hogyan éljük meg, és milyen legyen ez, a, ez az Európa megélésünk a hétköznapokban, ezt hogyan, hogyan, vegyük, tehát az életminőségünkre ez hogyan hathat, a jogrendszerünkre hogyan hathat, és még lehetne sorolni a oktatás színvonalára, bármi ilyesmire. És itt, itt, ez, ez vészel néha ezeknél a beszédeknél, mert én nagyon szerettem volna kihámozni ebből a miniszterelnöki beszédből, hogy végül is a szakpolitikai szinten ez, ez mit is jelent, ez a foglaljuk el Brüsszel. De kell szakpolitikai szinten március 15 i beszédben? Hát mondjuk én elvárhatnám a miniszterelnöktől, akit ugyan én nem választottam meg, de az enyém is, ha akarom, hanem hogy mondjuk ne csak a sajátjai hanem az ennyi, hozzám is szóljon március 15-én. ez azért mondjuk lehetne elvárás. De mindegy, erről már leszoktunk, hogy ez így lenne. De az azért ez a Brüsszel ügy, ugye Orbán úgy beszél, és a, nem csak ő a környezete is Brüsszelről, mint a, a Moszkváról. Tehát, hogy teljesen ebben a mostani beszédében is, a török hódoltságtól kezdve, a komcsi uralmon keresztül, a németek is ott voltak, a náci, egészen Brüsszelig megy a történet. Most. Orbán mintha elfelejteni, pedig biztos, hogy nem felejtett el, hogy egyrészt az Európai Unióba, tudomásom szerint, egy népszavazás útján kerültünk be. Nem elfoglaltak minket, nem lerohantak, nem egy nagy hatalmi játszmaként, hanem beléptek. Sőt, onra. valójában most is mehetnénk, hát, ha tényleg ráadásul, ráadásul bármikor kijöhetnénk onnan. Ráadásul, ha valakinek Brüsszelben, vétójoga van, azt egyébként Orbán Viktornak hívják. Tehát ahol neki nagyon is számít a szava, látjuk ezt a kilódását az egész Európai Uniónak, Brüsszelben főleg, hogy mennyire Orbán hogy mondja, egy helyen biztos tényező Brüsszelben, mert ott az ő szavazata az ugyanannyi tény, a többiek. Ezért kérik meg időnként, hogy menjen ki kávézni, mikor valami olyan helyzet van, ami már teljesen kezelhetetlen. Brüsszel mi vagyunk. Brüsszel leginkább a magyarok közül egyébként Orbán Viktor, akinek a leg legnagyobb hatása. ezek után kiállni a sajátjaim elé és a pofájukba hazudni kvázi ezzel a szöveggel, ez végtelenül felelőtlen, mert kialakít egy olyan hangulatot, és ezt a hangulatot érezzük. Mértük épp a legutóbb, hogy Magyarországon egyre erőteljesebb az az orosz barátoknak a száma, egyre nagyobb az orosz barátok, és egyre erőteljesebb a nyugat ellenesség. De az még Ö... mindig elsöprő az uniós támogatottság. Elsöprésről már szó nincsen. Az, az százalék. Az kétségtelen, hogy az uniós támogatásunk. Azt a kérdést teszünk, hogy ön szerint ki a felelős? mondjuk a orosz-ukrán háborúért, akkor jóval kevesebben mondják ma azt, azt hiszem egyharmadnál is kevesebb, nem emlékszem pontosan a száma, hogy az oroszok többen mondják, hogy az ukránok, és legalább ennyien mondják, mint az oroszokra a nyugat-európai, amerikai egyesült. Nyugat-európát és az amerikai egyesült Nyilván Tár... ők indították a támadást. Így van, így van, elfoglalták Ukrajnát. Van egy Újabb témánk, ez lesz az utolsó. A spár menekíti a vagyonát Magyarországról, és nagyon erős mondatokat fogalmaz meg. Nem a magyar sajtóban, az az osztrák sajtóból került át Magyarországra, hogy miért viszik Svájcba és Ausztriába magyar vagyontárgyakat, magyarországi vagyontárgyakat. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elviszik az áruházat, hanem hogy egy másik cégbe apportálják ezeket az áruházakat, hogy Magyarországon ne férjen hozzá a kormányzat. Mert hogy volt egy konkrét kérés, mondja a spár vezérigazgatója, hogy Orbán Viktor valamelyik családtagja hadszáljon be a spárba. Én nem tudom, hogy mennyire reális ez. Hát ez az elmúlt években Én beleillik egy mintázatba, tehát ugye a német építőipari vállalatok, főleg ilyen alapanyag, tehát ilyen cementgyártók, beszállítók jelezték, hogy hát ők is veszélyeztetve érzik a, a szabad piaci pozícióikat Magyarországon. Emlékezzünk vissza a kitiltási botrányra, ahol egy amerikai étolajgyártó cég jelezte az amerikai kormány felé, hogy különböző tanulmányok megrendelésére kérték fel őket, meghatározott magyarországi szereplőktől kifejezetten nagy összegért. A francia középkeztetési céget pedig ki is kergették. És voltak ilyenek. Tehát az a helyzet, hogy ez beleillik egy mintázatba. Addig, amíg, tehát amíg viszont itt a nyomozóhatóságoknak nincsen lehetősége, azt hiszem ez a jó szó ennek utána menni, addig ez továbbra is csak egy érzület marad, viszont ez megint még egy, még egy dolog, még egy kép, még egy dolog, amiből beleillik, hogy mióta hallgatjuk azt, vagy mióta röppentek fel az első hírek arra, hogy a magyar kormány arra törekszik, hogy a kiskereskedelmi forgalomban inkább magyar cégek legyenek a dominánsak. Hát ezt Lázár János el is mondta, még a korábbi miniszteri ciklusában, nem is most. Hát az sok éve volt. Pontosan. Tehát a dimenziókat e, már azóta most csak A spár vezérigazgatója lehet annyira hiteltelen, hogy egy ilyen mondását egy legyintéssel le el intézni, hogy azt a kormány tette mondván, hogy ilyen sosem történt, és különben is a spár hallgasson, mert nem tudom, rossz minőségű árut vagy nem, nem, is tudom, mi volt. Lehet -e annyira hiteltelenné tenni a mi közös pénzünkből, tehát van ennek eszközrendszere a 1300 milliárdos kommunikációs büdzséből akár még ezt is meg lehet csinálni. Miért mondana egy ember ilyet, aki abban érdekelt, hogy jól működjön Magyarországon? Nem látom az indítékot. Tehát, hogy a történet igaz, az majdnem biztosan mondható, mert egyébként nem tenni. Hát a valakinek az az érdeke, ha itt van, hogy normális körülmények között itt legyen. Ugye az egészből egyrészt bűzlik ez az ocska magyar világ, ahol a nyugati kapitalista ellenség, a keleti diktátor, a barát, hogy akkor ezek menjenek innen innen tényleg Lázár a Lázár már a 2010-es évek elején meghirdette, hogy hát ide nekünk a kiskereskedelmet, mert ott jó, a dohánygyárakat, dohányboltokat lenyúltuk, lenyúltuk a bankokat, lenyúltuk a Tömeg, a távközlési cégeket, akkor most jönnek a kiskereskedelmi cégek, és közben volt persze az építőiparnak fontos szereplői. Nagyon erőteljesen panaszkodnak egyébként nem csak a német, hanem más nyugat-európai cégek is, de még itt vannak mindig, mert egyrészt itt vannak a gyáraik, másrészt az még mindig jó itt nekik, tehát nem kell őket azért olyan nagyon de ezzel együtt is ez a fajta ö, ö, lepusztított, ö, ö, közvetlen gazdasági érdek, ami csak a saját érdek, és nem az ország érdeke, mert nekem az az érdekem, amit vásárlónak, hogy minél színesebb és minél jobb minőségű áru legyen a piacon. A spár elődőzésével ez biztosan mondható, hogy nem lesz szín. Minden esetre rögzítsük, hogy a magyar kormány nevében a minisztérium minden egyes állítást záfolt ezt. Pontos, közölni azt, hogy meglátjuk ez a történet. Nyilván itt nem ér véget, merre felé kanyarodik. Ugyan György Hongából, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen.